Arra gondoltam, hogy ha már itt vagytok, ez a két gyönyörű hölgy, akkor beszélgessünk arról, hogy mi az a személyes erő. Somi, te ezt hogy fogalmaznád meg? Hát ahonnan én jövök, már mint a megértésemet illetően, a személyes erőnk az a teremtő erőnk, a mindenható erőnk, és ez a legbecsesebb forrásunk, ami pedig a gondolataink, érzelmeink, szavaink, cselekedeteink adott pillanatú rezgés összetétele alkotja. És ez egy ilyen csomag, mint egy felhő, energiafelhő. És ennek a kiáramlásával egy hullámot váltunk ki, az univerzumból azt kapjuk vissza, és az jelenik meg a valóságunkban, ezért hívjuk teremtő erőnek. Nálad, Szoko, ez hogy jelenik meg, mint személyes erő? Nekem az a végtelen lehetőség jut eszembe, ami szinte mindenkinek megvan a végtelen lehetősége, amivel ő rendelkezik, és amivel ő teremt. És a más szóval én azt is tudnám nevezni, hogy szeretetnek az erőt. Ha jól értem, akkor ez a kettő egy, és ugyanazt hiszem, egy végtelen lehetőség és egy energiaáramlás. Azért gondoltam, hogy így beszélgessünk, mert gyakorlatilag ugyanarról beszélünk mind a hárban, csak lehet, egy picit a megfogalmazások és a szempontok kicsit különbözőek. Mire tudjuk használni a személyes erőnket? Van-e annak valami titka, hogy mire tudjuk használni? Hát az életünk boldogulásában, szóval minden percben teremtjük. Akár tetszik, akár nem, a valóságunkat. És azzal a teremtő erővel, azzal a belső erőnkkel hát irányíthatjuk a saját életünket. Olyan életet alkothatunk, amit mi szeretnénk, és saját életünket élhetünk. Ha ezek rezgések és vibrációk és érzelmek, hiszen az érzelmeink hozzák a legtöbb energiát létre a szívünk által, akkor vajon ez a személyes erő, ez mennyire tudja meghatározni a jövőnket, az utunkat? Ez egy kicsit a tudatosságtól függ, kinek-kinek a tudatosságától, hogy mennyire ismeri, érti ennek a módszerét, mert ennek ez egy gyakorlati dolog módszertan, de így, csak így elvileg, vagy a végtelen lehetőségeket megcélozva, azt mondhatom, hogy nagyon is, és sőt, igen, és ezt jelenti az, hogy az evolúciónkat, a teljes fejlődés sorunkat tudjuk irányítani, és ehhez már módszertan is van, ezt kell érteni, hogy az érzelmeket, a gondolatokat, és akkor annak a kifejezése, a szavak is, a cselekedetek, azokat hogyan tudjuk összhangolni, összhangba, koherenciába hozni, a vágyaink rezgésével. És akkor az univerzum nem tud más tenni, csak teljesíteni. Ezt tanítja a vonzás törvénye, meg a kvantumfizika is. A rezgések, kiáramoltatott rezgésekre kapjuk a választ. Ott már azzal teljesen egynemű rezgés jelenik meg a tudattapasztalatban. Tehát ott nincsen változás. A vágyaink, ugye azok a hajtóerő. Azok visznek minket előre, azok adnak meg újabb és újabb célokat, hiszen el akarunk érni valamint. És azt mondod, hogy ezeknek a rezgésébe, ha állunk, tehát hogyha ezeket tudatosítottuk, akkor hogyan tudjuk irányítani e felé a személyes erőnket? Tehát, hogy milyen tartalékaink vannak arra, honnan tudunk lehívni plusz bejövő energiákat mondjuk, hogy elérjük ezeket a személyes erőket. Ott kezdünk, hogy pozitívan gondolkodjunk, vizsgáljuk, mi jár az elménkben. És a pozitív gondolkodás szerinted azért manapság már kezd egy picit helyre kerülni a dolog, mert először csak a nagy happység jött, hogy akkor mi mindig csak pozitívak legyünk, mindig csak pozitívak, és ez sok emberbe visszaütközést keltett. Te mit értesz pontosan pozitív gondolkodás alatt? Én azt értem, hogy saját magunkkal legyünk kedvesebbek, türelmesebbek. Ha régi fájdalmainkban vagyunk, ha azt veszük észre, akkor azt megértéssel így elfogadni. És szóval, mint külső szemlélőként azt így szemlélni, és együtt érezni, elfogadni, megbocsátani, és így pozitív, akár egy megerősítést
saját magának mondani és elhatározni, hogy én ezt így szeretném, én ezt így választom. Mert mindig van választási lehetőségünk. Vagy múltban maradunk, vagy jelenben elhatározzuk. Itt és mostban. Ez a személyes erőt, ezt mennyire tudja megkötni a múlt? Mondjuk, amit karmikus múltnak, előző életes beli dolgainak hívunk. Tehát, hogy ezt mennyire tudja ebben az életünkben egy múlt életbeli dolog megkötni? Hát ez is változó. Ez attól függ, hogyha valaki tudatra ébred, ami alatt azt értem, hogy felismeri ezt a lehetőséget, hogy irányítani tudja a személyes energiáját, és esetleg már gyakorolja, ismeri a módszerét is, akkor a múltját is tudja kezelni. Mert a múltbeli élmények, az én tanítom Peggy Phoenix Dubrow szerint, összes múltbeli tapasztalatunk az megfelelőnek kell elfogadni, mert az hozott a mostani pillanatig. De amikor valaki felébred, vagy rádöbben arra, hogy mi ez az energetikai kölcsönhatás az univerzális mezővel, tehát annak mik a szabályai, akkor már megérti azt is, hogy ezen tud változtatni, és ennek is megvan az eszköztára, vagy módszertana. Vagyis, és ezt tudatosságra ébredő tanítók, mint Crayon, Seth, és Abraham, meg Eckhart, ezek mind tanítják, hogy te végül is mindenen tudsz változtatni, ha tényleg ott tartasz magaddal, a tudatosságoddal. Úgyhogy meghatározó is tud lenni nagyon a múltbeli események, ugye azok a múltbeli élmények, ilyen nagy karmikus töltéseket hordozzuk az erőtanunkban, és azok lefolytások, érted? És akkor az univerzumból, a kommunikációnál ezek bekapcsolnak, és akkor a végtelen lehetőség helyett ezeknek a szűkítő hatása jelenik meg. De hogyha én tudom, hogy hogyan hangolom magam össze, ahogy Szokóval beszéltétek, a pozitív gondolkodással, én inkább úgy mondanám, hogy arra a belső egyensúlyra vagy összhangra, amitől itt a szívmeződben jó érzésed van, mert ez az iránytű, akkor ha ott vagy, akkor már tudod bogozni vagy szortírozni azokat a régi mintákat, amik bekapcsolnak egy adott szituációban, és akkor azt már hatástalanítani lehet, és elengedni, vagy átfordítani. Hasznosítható tudássá. A te módszeredben hogy jelennek meg ezek a blokkok? A karmikus blokkok? Hát én karmikus blokkokban hiszek, és meg ugyanakkor meg nem is. Szóval ez egy ilyen ez kettős. Nyilvánvaló ősi generációs mintákat hordozok sejt szinten, nyilvánvaló, és azok automatikusan nyilvánvaló be is kapcsolnak egy adott helyzetbe, és azt áttörni tudatosság, meg hát különböző terápiás módszerek vannak erre kiválóan alkalmasak. Például a kineziológia is csodálatosan működik ezekbe, a régi blokkokat el lehet engedni, át lehet érni a hiedelmeket. A maga, mivel mindig van választási lehetőség, én úgy azt is gondolom, hogy a karmát el lehet engedni. Uh-huh. Úgyis lehet úgy élni, hogy ez ne befolyásoljon a jelenlétünket. Visszatérnék oda az előbb, hogy mondtad, Szokó, hogy elfogadás. Akikkel én mostanában találkozom, és valamilyen nem akar elindulni a dolog, amit szeretne megvalósítani, bármiről legyen szó, akkor három pontba szoktam összefoglalni, hogy mit kéne először csinálni. Az első, hogy elfogadjuk ezt a helyzetet. Például egy fogyókúránál elfogadom azt, hogy éppen ekkora vagyok. Így van. Ezzel megbarátkozom, megszeretem. Másodszorban megbocsájtok önmagamnak, és elsősorban önmagamnak bocsájtok meg, hogy ezt létrehoztam, igen, mert csak ezt tudtam. És harmadsorban pedig megbocsájtok mindenkinek, aki részt vett ebbe az egész akcióba, mondjuk egy szerelemnél, hogyha valami nem úgy sikerül, ahogy elképzelte az illető, akkor ugye azért illik megbocsájtani a másiknak is, mert nem biztos, hogy rossz szándékkal, sőt, én hiszek a karmában, és ilyenkor mindig azt gondolom, hogy karmikusan ez előre le volt egyeztetve. Ha a barátod meghív egy jó vacsorára, az nem akart veled, nem akarta blokkolni a fogyókúrának. Igen, így értve. Oké, tehát, hogy akkor
Te azt mondod, hogy egy picit, te azt mondod, hogy azért ezek olyan negatív energiák lehetnek, visszatérve ezek a múltbéli dolgok, amik így elveszik néha az erőnket, a személyes erőnket. Feltétlenül. De mivel tudunk arra koncentrálni, hogy itt a mostban legyünk, hiszen elviszi minden a figyelmünket. Elviszik az országban történő események, a családban történő események, a munkahelyi események, és elég nehéz ott lennünk, hiszen ha bármi történik, azért jön velünk az a gondolatsor tovább. Ilyenkor mit teszel? Én a elmecsendesítést választanék, egy picit leül az ember, vesz mély levegőket, ezek olyan csodálatos, egyszerű módszerek. Mély három levegőt vesz, egy kis szép zenét hallgat, kicsit így magába fordul, és egy kicsit így békét teremt abban a helyzetben. Akkor már is van választása lehetőség. Már is más szemszögből látja a dolgok. Kiléptél akkor abból az állapotból. Igen, ahol én vagyok, ott pedig ez azt jelenti, hogy rezgést váltok, ami ugyanazt jelenti. Rezgést kell váltani. Igen. Méghozzá a beágyazottságomból, ahol észlelek dolgokat, amivel éppen nem értek egyet, vagy nem rezgek együtt, azt onnan kvantumugrással, mert az energiatudatosság az kvantum megértés, vagyis abban benne van az, hogy értem, hogy ha én a figyelmemmel egy arra helyre, vagy rezgés szintre emelkedem, vagy ugrok, ahol én tapasztalni szeretnék, tehát ahol a gondolataim, érzelmeim, szavaim, cselekedeteim jó érzést váltanak ki belőlem, akkor elengedtem azt a másikat, és az élheti tovább a párhuzamosba az életét, de nekem abban nem kell, azt nem kell vonszolnom magammal. És ez a lényege, hogy azt a módszertant kell kialakítani mindenkinek a saját igénye szerint, amivel ő ebben a jó érzésben békederű egyensúlyra tudja magát hangolni. És ez legegyszerűbb, vannak legegyszerűbb direkt frekvencia hangoló módszerek, ami zene, mint a ősi szolfeggio frekvenciák, de lehet gyakorlat, megerősítés, természetbe levés, önfelett színezgetés, legózás, amit régen a nénikék, amikor horgoltak, az ugyanaz volt, az ágyterítőt csillaggal, az mindez volt, hogy a napi munkával, akkor nem a tévét nézték, hanem horgoltak, jobban is jártak. Ez egy elmélyülés gyakorlatilag. Hogyne. Elmélyülés gyakorlatilag. Ez abban az összhangos helyen, ahol jól érezzük. Oké, okay, de mi van akkor, ami ugye Szokó egy hirtelen változásra mond példát, mondjuk valami olyan sok kér, valaki megbánt, ugye akkor elvonulsz egy picit félre. Kiesel az egyensúlyban. Igen, és veszel három mély lélegzetet, és akkor hagyod, hogy lenyugodjon, és kiesel. Igen. A szolfeggio erre jó, hogy azonnali váltást. Az a legjobb szerintem. És ha most megnézel olyan irodalmat vagy kutatási eredményeket, akik ezekkel foglalkoznak, hogy ezek a finom rezgések, a szív, meg az elme, meg a kedély állapot hogyan hatnak egymásra. Ott a szolfeggio az kezd fölmenni a dobogóra, mert az a hat hangú skála, amiről az ősi szolfeggio létrejött, az a frekvencia harmonikusok csomagja, amelyik tökéletes összhangban van az univerzummal. Tehát amikor te azt magadra ereszted mind a hatot, amelyiknek mindegyiknek van egy kis konkrét információ, a kvantum infúziója, amit magadra veszel, megszabadulás a félelemtől. Helyzetek bontása, előkészület a változásra, amikor a saját mintáidat bontod, és nyitottabb leszel a változás. A harmadik a csodák, a változás maga, és aztán a kiterjedésnek a szintjei. Úgyhogy az nagyon jó, de ha valaki kimegy a természetbe, és ott tudod, felszalad a hegy tetejére, vagy a normafához, azt ott lélegzik, a tudatos légzés is nagyon jó. Úgyhogy a tudatosság itt a kulcs, az, hogy kiestem, azt észre kell vennem, ugye éberen észlelem, hogy hoppá, kiestem, nem is érzem jól magam most már, de ki vagyok esve, és akkor tudatosan, na mit alkalmazok, mi a tanítás, hogy kerülök vissza, és ennek érdekében választok tudatosan valamit. Éberség, tudatosság, választás, szabad akarat alkalmazása. Nekem meg az a gondolatom, hogy fontos, hogy nem meneküljünk az élethelyzetből, hanem hogy abból tanuljuk, hogy mi az, amit én hozzájárultam ahhoz a helyzethez, és így
megfigyelni az érzéseimet, és elfogadni, és megérteni, és így váltanik a rezgésszintemet. Akár elmegy az ember futni, így sétál, vagy gyertyát gyűjt, és meditáció. Nagyon sok. Meg a másik, ami nagyon, szerintem nagyon egyszerű módszer, az a megbocsátás, az a haponopono módszer, amit egyszerűen 4 mondatból áll, azokat az embereket elképzel, azokat így elengedi, megbocsát, köszöni, ez is így magát gyógyítja a magát a személy. Elmondom gyorsan a 4 mondatot. Sajnálom, kérlek, bocsáss meg, köszönöm, szeretlek. Vagy szeretlek, köszönöm, ezt a kettőt szokták fordítgatni. Ez egy jó energetikai tisztító. Oké, azt mondjátok, hogy, és én is ezt vallom, hogy legyünk a mostba. De ott ül valaki mondjuk a képernyőlet, és azt mondja, hogy oké, most is a mostban vagyok. Ez mit jelent, hogy legyünk a mostba? Mi a mostnak a megélése? Hogyan élem meg, vagy hogyan tudom megélni, hogy valóban ott legyek? Az, hogy a figyelmemet arra összpontos tudatosan, megint tudatosan, hogy a figyelmemet, ami a kognitív képességem, meg az intuícióm, tehát minden, ami belőlem most élénken oda tudom irányítani, azt oda irányítom arra, amit éppen csinálok. Uh-huh. A tudat ez esetben a két agyfértekének az összmunkája. Igen. Mert ugye ismerünk egy másik fajta tudatot. A szív is az érzése, ami az a vezérlő, és akkor ami az elméből jön. De ahogy amit a Dao tanít, hogy amikor eszem, akkor azt mondogatom, hogy hú, most táplálom a sejtjeimet, de jó, milyen finom is ez, föltárom ebben lévő zöldcsikében lévő, nem tudom mit. Vagy amikor sétálok, vagy légzek, belélegzem ezt a gyönyörű friss levegőt, minden lépésemmel megáldom a földet. Ugye ez, tehát információval látod el azt amit csinálsz? Abba vagyok, amit csinálok. Aha. Ezt mondom, hogy a figyelmemet, amit éppen csinálok, teljesen arra irányítom, mert mit csinálnak általában az ember, ugye amikor sétál, akkor nem fog arra figyelni, hogy egyik lábát a másik elé rakja, mert úgy gondolja, hogy azt már tudja, hanem azon agyal, hogy majd hova kell rohanni, nem tudom, mikor, meg milyen listát fogja még máma teljesíteni. Nálad? Hát ez gyakorlás, ez tényleg sokszor annyira nem tudjuk mostban élni, hát emberek vagyunk, hát én úgy szoktam gyakorolni magamban, hogy észlelem a teret, észlelem a hőmérsékletet, tudatosan lépkedek, lélegzek tudatosan, és színeket mondogattam, például ez most. Igen, igen. Szóval így kicsit, hogy figyelmemet jelenbe hozom. Mondom, ez nem egyszerű, de gyakorolható. Nálam azt jelenti a jelenbelevés, hogy megpróbálom élvezni, ami történik. Tehát most nem arra gondolok, hogy mi lesz egy óra múlva, hanem hogy itt ülök veletek, és próbáljuk a lehető legtöbbet kihozni ebből a dologból, és átadni olyan információkat, amik esetleg másoknak hasznossá válik. Ezt teszi a szív, az a szívnek az eleme, hogy jó érzésben vagyok. Igen, meg örülni, hogy tudatosan örülni, mert boldogság itt is most van. Azt itt tudatosítani, és az ember úgy megtanultja magának, hogy itt is most van a boldogság. Azt mondja Eckhart Tolle, hogy létezik egy úgynevezett fájdalomtest, ebbe hordozzuk az összes negatív mintát, vagy ebbe vagyunk, amikor depressziósak leszünk, tehát, hogy ezt működtetjük. Ez ugye egy személyes dolog. Ő azt mondja, hogy ezt először fogadjuk el, éljük meg, és nézzünk vele szembe, hogy te az előbb mondtad, de hogy például minden másnak is lehet. Például egy országnak is van fájdalomteste, amiben benne van a történelme, benne vannak a különböző korai veszteségei és győzelmei, hogy szerintetek egy-egy ilyen nagyszabású dologból, mondjuk, mint egy ország helyzete, abba részt kell venni, vagy ki kell magunkat venni azokból az eseményekből, ami mondjuk nagyon negatív, és a hétköznapjainkat is elrontja például? Hát a kollektívből, mondjuk a területi kollektívből, ami itt mondjuk egy nemzet, abból az ember ki nem vonja magát, mert része neki, de az, hogy én az energiámat, a teremtő erőmet, az hogyan működtetem azon az összfölálláson belül, az én tőlem függ. És ott van a lehetőség, mert
mert én úgy veszek abban részt, hogy értem, hogy a gondolat, érzelem, szó, cselekvés, nekem velem összhangba kell lenni, és arról kell szólni, ami az én vágyam, vagy amit szeretnék. És ha én azon tartom egy üggyel kapcsolatban, hogy én mit szeretnék, és tudom, hogy az tudatemeléssel, rezgésemeléssel elérhető, és csak az egyéneken keresztül, akkor az egyetlen hatékony mód az, hogy én ezen a szemüvegen keresztül, tehát azon, amit látni szeretnék, azon keresztül nézem azt a csoport feladatot vagy helyzetet, amelyik éppen esetleg kavaros. Uh-huh. Vagyis, hogy egy ilyen inputot viszek bele, és az egy magasabb rezgés, és az összhangban van velem, meg az univerzummal, az lézer módjára ott emeli a csoport energiát. Uh-huh. Neked? Hát én évekig már nem nézek tévét, uh-huh. meg politikához sem értek igazából. Annyit, nyilván része vagyunk, mindennek a része vagyunk, befolyásolhatjuk mindezeket, akár egyénileg is, hogy így igazából lehet az egész országot elképzelni, hogy béke van például, uh-huh. küldeni szeretetet. Tehát pozitív. Mert az energia átmegy. Uh-huh. Szerintetek hány így, ember így kell tudunk hozzá? Segíteni. Van erre egy szám? Hogy körülbelül mennyi ember igen, tudja van átvinni? Egy, van erre egy formula, amit a Maharishi idejében még a 80-as években a libanoni térségben lévő ottani ilyen háborús helyzetnél próbáltak ki, hogy hány csoport, hány fő meditációja hogyan befolyásolja és mekkora populációra tudhatni. Uh-huh. És az úgy jön ki, hogy a népesség, akinek mondjuk a problémáját akarják ellensúlyozni, annak a négyzetgyökének az 1%-a, ennyit tudok mondani. De azt is tudom, hogy ez 10-nél 10 000, tehát 10 000-et tud ellensúlyozni, és ez nem olyan bonyolult kiszámolni, ki lehet számolni, de ez igen, 6 hát akkor 100 000-nél 100, igen, az, 1 milliónál meg 1 000 az emberiségnél ember. Valami 8600, ez a mostani ilyen 6 milliárd emberiség. De tudod, ez olyan, hogy ez nem azt jelenti, hogy ott most valaki jelentkezik, hogy én ülök, azt meditálok, mert azt nem először is ugye hosszan, így koncentrálva meditálni, az nem biztos, hogy sikeres, mert az emberek azért csak elkalandozik. Szóval ez azt jelenti, hogy tudatosan úgy tudja, tehát úgy éli meg magát, amit ez jelent, hogy ő békét képvisel, meg ezt az egyensúlyt, az összhangot, ezt a béke, derű, nyugalom állapotot a tehát világon. Az nem segít, ha mondjuk kibéreljük a sportcsarnokot, és ott 12 ezer embert összehívunk, hogy egyszerre meditáljon, de azért valamit elindítana, azt gondolom, az óriási. Hát az biztos, az hatalmas. És szerencsére tényleg, ahogy ti biztos látjuk, hogy egyre jobban ébredezik a világ. Rengeteg helyen, rengeteg események történnek, aha. hogy a világ békéért. Igen. Nagyon rengeteg esemény zajlik. Például múlt hétvége volt a világ békenap. Uh-huh. Béke hétvége. És szóval nagyon sokkal... Erről szól a békemeditáció. Szoktak, igen, békemeditációk lenni elég sűrűn. Gondoljatok el azt, hogyha azt mondják, hogy mindenki a saját idejében, uh-huh. vagy a saját helyén, mondjuk 10 órakor, akkor ugye ez változik ez az idő. Persze, mert körbe fogják. És erre nagyon sokan ráhangolódnak, és ezeknek a hatása hatalmas. Nagyon, nagyon. Akkor azt gondolom a beszélgetésünk alapján, hogy mindenki tud tenni önmagáért, tud tenni a közösségéért, ez csak ráhangolódás és szándék kérdése ez az egész, és hogy minél magasabb frekvenciában, minél magasabb rezgésen, minél jobb érzelmi állapotban legyünk. Ez a titka. Köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogy folytatjuk. Köszönjük. És köszönjük.